kommentreagálós videó. Amióta elkezdett nőni a csatorna, és népszerűbb lett, megjelentek a haterek, az utálók, akik azt akarják, hogy szörnyű kínhalált haj. Egyre több anyagot adnak nekem a videózás során, hogy elkészíthessek ilyen videókat. Én nagyon köszi, srácok, jók vagytok. Na de akkor kezdjük is az első kommentel. Szendrei Márk! Ember, te most komolyan azt hitted, hogy PewDiePie letörli a csatornáját? Azért ennyire nem hülye? Amíg mikor azt hitetted, már feltette a videót, hogy ez egy prank volt. Na haver, nem lehet, hogy a videót mondjuk két nap előtte vettem föl? Balling Presence Tutorials. Engem úgy sem mersz, túl fing vagy hozzá. Mármint, hogy nem merlek lereagálni? Haver, azért ennyire nem mutasd ki, hogy kell a hírnév. Akkor legalább írtad volna burkoltan, hogy nekem tök jók a videóim, legjobb vagyok a YouTube-on. Lehet, hogy megnézták volna. Nem egy tipp. Ki a rabari? Hacker B1, te tényleg meleg vagy? Gönci Réka, én is okos vagyok, mert én 12. osztályos vagyok. Anonymous! Nem értem, miért kell ennyire erőltetned ennek. Én véleményem szerint viccesnek kéne lennie, de hát ez attól nagyon messze van. Számomra ez a videó unalmas és untató volt. Have! Mindenkinek megvan a saját véleménye joga. Oké, leírhatod, mert a komment részleg lényegében arra szolgál. De van, akinek tetszett. Sőt, hát 20-valány ezer embernek, vagy azt hiszem, nem is tudom melyik videóm ez, de sok embernek tetszett. Most az, hogy te neked nem tetszett, mert erőltetett volt, akkor nézd meg a többi videómat, direkt úgy csinálom, hogy erőltetett legyen. Én szeretném ezt a stílus vinni. Sokan mondjátok rám, hogy magyar PewDiePie vagyok, nem véletlenül, mert nagyon tetszik a stílusa, és szeretném átvenni azt a stílust, amit ő képvisel, mert Magyarországon ilyet senki nem csinál. És szeretnék abba belemenni, és szeretnék lazán erőltetett videókat csinálni, de direkt kihúzom belőle, hogy erőltetett legyen a videó. Én ezt még viccesebbre tudom csinálni, mert akkor teljesen olyan nagyon lazán veszem, és előző videóm is ott voltak a végén az ilyen szarefektek direkt, hogy lássátok, hogy annyira lazán veszem, mint mondjuk a PewDiePie. És ezért mondjátok annyian, hogy magyar PewDiePie, mert igen, hasonlítuk rá teljes mértékben, mert nagyon tetszik a stílusa, és szeretném én is használni azt. Nincs megtiltva szerintem, ráadásul magyar vagyok, szóval nem is látja. Kuku nagy! Kuku! Annyira nem vagy poénos. Ez fáj a legjobban. Kukú. Ez fáj a legjobban. A barátnőmmel való videóban elmondtam, hogy úgy feküdtünk le, hogy interjút kezdtünk el csinálni, és akkor tudjátok úgy, tehát ez egy ilyen pornós cég, és hogy ennek a porodját raktam le. Erre többen is megkérdeztétek, hogy tényleg így feküdtünk el le. Szerintetek? De akkor legalább, így is lehet volna, akkor miért mondom el? Tehát ez így, én nem bírom. Mikor lesznek az eredeti ötletes videó? Szerintem akkor, ha megtanulsz fogalmazni. Volt olyan gáz a videó, mint te? Köbö. Erre most nem tudok mit mondani. Bazd meg! Loli Presents! Iratkozzatok fel rám, én is feliratkozok rá, aki feliratkozik rám. Mi? Iratkozzatok fel rám, én is feliratkozok rá, aki feliratkozik rám. Ez egy hirdetés? A kurva szá... Neked nem áll jól a cukiság. Igazatok van. Meg kell változni. Remélem, így már megfelelek mindenkinek. Tóth Lidia! Ne csinálj ilyet, légy szíves! Megfogadom a tanácsot, de előbb megtanulhatnál írni. Na, srácok, ennyi lett volna ez a... Mi? Marcelina? Ment a dislike?
Dislike-oltál? Dislike-oltál? Miért? Miért tette ezt? Én like-ot akartam! Szóval, akinek tetszett a videó, az lájkolja, iratkozzon fel, és legközelebb találkozunk. Ezek voltak a negatív kommentek. Hamarosan találkozunk. Csá! When I ride up.